Sziasztok, Muszületi mi vagyok, és hoztam nektek egy új videót. Ebben a videóban, mivel hogy orgona szezon van, úgy gondoltam, hogy mutatok egy trükköt, hogy hogy tudjuk még tartósabbá tenni az orgonát a vázába. Nem lesz másra szükségünk, csak egy kalapácsra, egy metszőolóra és egy vágódeszkára. Nincs más dolgunk, mint hogy megfogjuk az orgonát. És igazából ilyenkor, amikor két szár van, ilyenkor érdemes így levágni. És egy határozottabb mozdulattal ráütünk a lapáccsal. Egy kicsit megroncsoljuk a szárát. Érdemes leszedni így az alsó leveleket is. Én ennél a szárnál is levágnám ezt. És megint jöhet a lapács. Remélem nem túl hangos. És akkor itt szépen egymásba rakjuk őket. Itt én ezt a levelet is le fogom szedni. Hogyha azt szeretnénk, hogy egyforma legyen a szára, illetve hogy ilyen nagyon szépen, próbálom nektek így mutatni, egyben legyen a feje, akkor azt is csinálhatjátok, hogy először összerakjátok a csokrot, és akkor utána méretre levágjuk a szárát, és utána kezdjük el megcsapkodni a kalapáccsal. Hogyha szépen összeszedtük az orgonánkat egy csokorba, és méretre vágtuk, akkor elkezdődhet a kalapálás, és utána megmutatom nektek, hogy hogy tudjuk ilyen szép spirálba rakni. Szépen megütjük az orgonának a végét, egyesével az összeset. Ha mindent megütögettük a végét, akkor szépen elkezdjük sorba rakni. Mindig mögé. A virágfejet mindig mögé. Egy picit megigazíthatjuk a szárát is. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem az egyik legszebb anyák napi ajándék az orgona. Mondom ezt úgy, hogy virágos vagyok, de hát tényleg fantasztikus. Neked gyerekkorunkban ugye mindig szedtük az orgonát anyának, mamának. Az óvodában is szerintem a legtöbbünk ilyen virágcsokrot adott az édesanyjának. Így szépen összerakjuk a csokrunkat. Tudjátok forgatni is közben. Kicsit igazgatni. És már mehet is a vázába. Nagyon örülök, hogy ismét velem tartottatok, hogyha van kedvetek, akkor jövő hét szombaton újra találkozunk. Sziasztok!